a honlán master első éveseknek egy pályázatot, ahol az Erzsébet városi fiatal felnőttek volt a témakör, és erre kellett egy projektet kidolgozni. Én az üres önkormányzati lakásokkal próbáltam meg elkezdeni dolgozni, és ez volt a legelső lakás, amit megtekintettem. És itt le is ragadtam, mert hogy nagyon klassz az ingatlan, baromi okoz a fények, az elhelyezkedésnek, hogy kiderült, hogy Pavel Gyula alkotott itt, és utána az örökösei laktak bent az ingatlanban. És emellett kezdtem el dolgozni, és tavaly szeptemberben, úgyhogy már jó rég volt, és elég sok fázison ment át a projekt, meg a koncepció, és végül az lett, amit most láttok. A földön az én fotóim láthatóak. Ezek a fotók Pauer Gyula műtermében, illetve Rabocki Ivics szobrászművész műtermében készültek. A második fél évben megkerestem fiatal szobrászokat, hogy valahogy dolgozunk együtt ebben a projektben, és ráakadtam Rabocki Juditra, aki egy fiatal sikeres szobrászművész, akiről kiderült, hogy ismeri Pauert, illetve találkoztak is. És innentől kezdve nem volt megállás, és akkor az ő kettejük művészetét próbáltam egy műalkotásban egyesíteni. Ugyanis a Juditnak volt egy kiállítás, és az egyik szobra nagyon megtetszett Pauer Gyulának, és Gyula felkereste Juditot. Egy nagyon nagy megtiszteltetés volt a fiatal szobrászművésznő számára. Itt ez a kép a kiállításomban egy központi szerepet játszik. Itt Pauer Gyula a Rabocki Ivics műtermében ül, amikor meglátogatta őt. Egy sárga széken, amiből csak egy pár részlet látható. És ez a szék mai napig megvan Juditnak, és a kiállításnak az anyagában megtalálható ez a kép. Szintén látszik, ez a hívókép. Én elhoztam ide a műterembe ezt a széket, illetve Juditnak azokat a tükreit, amik a Juditnak a műtermében megtalálhatóak. Azért is látok itt pár tükröt, innen indult el ez a szál, és aztán szép lassan ez így szerves részévé vált a kiállításnak. Mi volt a szándék, vagy mi az, amit el akarsz mondani ezzel a kiállítással, csak egy kicsit visszatérjünk, hogy mi az a vezérfoglaló. Igen, tehát ugye ez egy üres műteremlakás, Pauer Gyula már meghalt, a Judit ugye egy fiatal feltörekvő szobrász, és azt vizsgáltam, hogy vajon egy korábbi generáció, egy most már megbecsült művész generáció, hogyan hat a fiatal generáció, egyáltalán van-e hatása, hogyan tekintenek rá, és az ő kettejük pályájában lehet-e bármilyen változatot vonni, illetve ez képileg meg lehet-e jeleníteni azt, hogy a Pauer szellemisége az valamilyen módon hat a Juditra, jelen van-e a mostani alkotásaiban. Judit még alkot. A Pauer Gyula ugyan már nem alkot, de hogy pont azt szerettem, hogy ez nem egy kerek lezárt történet, aminek a végére pontot lehet tenni, hanem hogy ezek az energiák tovább élnek. Akár úgy is, ahogy odaírtam a kiállítás rövid leírásában, hogy vajon ez a tér megőrizhet-e bármit is abban az életből, az energiát, az alkotói energiából, amik itt jelen voltak korábban. Illetve, hogy azok az alkotói energiák, amit a Juditnak a műtermében találhatók-e bármilyen módon, szintézibe hozhatóak ugyanezek, ez az energia, amivel akár ott található. Nagyon érdekes esemény történt pár napja, ugyanis Pauer Gyulának a fia Pauer Gellért engem megkeresett. Itt látható is egy nyilatkozat, a Pauer Gellért és a testvérének a nyilatkozata, amiben egy kicsit más fényben tüntetik fel ezt az egész műterem lakás kérdést és helyzetet, és azt, hogy hogyan becsüljük meg a művészeket Magyarországon. Itt egy 6 rövid videó van összevágva, egy végtelenített videóinstallációval. Az első videó, amit most látunk, az a fenti műterem lakásban készült délután 4 és 8 között. Ez egy time-lapse videó, az időről készült, vagy az idő telik a műteremben. És ugyanezt ezzel a metódussal készítettem egy time-lapse videót a Judit műtermében, és utána ezeket a rövid videókat belevetítettem a másik műterembe. Tehát a Gyula műterembe készült videót a Judit műtermében, és a Judit műtermében készült videót a Pauer Gyula műtermében. És ezzel az
az idő telésének, az időnek a folyását áthelyezte egy másik térbe, illetve egy másik időségbe, létrehozva ez egy harmadik teret és egy harmadik időségot, ami az én alkotói terem és az én alkotói időségot. Ja igen, hogy azt látjuk, hogy itt a délután kezdődik a videó, és közben nem megy a nap. Igen, de a mindegyik egy rövid videónál ugye azzal érvényes a videó, hogy teljes mértékben nem megy a nap, és sötétség borul a műtermekre. És ennek a vezetésnek is azért választottam a napmementének az időpontját, mert ugyanazok a fények láthatóak lassan itt a műteremben is, tehát ugyanaz a két színű fény fog mindjárt látszódni, mint ami a videón is megörökítésre került. Valahogy akkor te is belekeveredtél, illetve a Power Gyula és a generáció hatnak-e, tehát mint fiatal művészre? Hát nyilván én, mint aki létrehoztam ezt a teret, igen, tehát hogy nyilván hatott rám, meg az, hogy a fönt van egy interjú a Judittal, amit meg lehet hallgatni, és abban Judit is mondja az interjúban, hogy ugye 10 éve volt ez a találkozás, és hogy ez a találkozás neki sajnos nem volt befejezett, mert mondta Gyula, hogy gyere, beszélgessünk, mi a kapcsolatunk, de sajnos Judittig nem ment el, és aztán a Gyula meghalt. És így mondta, hogy én így feltűntem a színen 10 év után, hoztam a képeket a lakásról, ahol ő járt, volt itt, meg a Gyuláról beszélgettünk, hogy neki is visszajöttek ugyanezek a gondolatok, és hogy talán most, nem tudom, neki is egy picit előrébb ebben a kapcsolatban, vagy megpróbálja megfelelő módon ezt lezárni. És ami attól nem aggódtál, hogy a tér, amiben vagyunk, az magában is iszonyatosan erős, másrészt ráadásul egy történetileg terhelt, vagy van története, hogy ezt hogyan fog hatni a te installációban? Csak beszélgettünk erről a konzumenseimről, hogy én is gondolkodtam rajta, mert maga ez a lakás, a maga megjelenésével elveszi a fókuszt arról, hogy a látogató teljes mértékben esetleg őre tudnak koncentrálni. Az első gondolat az volt, hogy a fenti műterem részben lesz maga a kiállítás, de aztán pont ezért, mert hogy maga a tér az annyira erős, hogy teljesen elviszi a látogatóknak a figyelmét, ezért bekerült az egyik lenti semlegesnek mondható szobába. De ugyanakkor ugye egy szolfeget interjú, amit Judittal készítettem, fényeket próbáltam megjelenítani a naplementének a kék órához, tehát egy ilyen környezetet próbáltam létrehozni a lakásban. Mondhatjuk azt úgy is, hogy ez egy szellemidézés, hogy a Power Gyulának a szellemet ide visszaidézem, illetve a Judit szellemét meg idehozom.